Szeretettel köszöntök ismét mindenkit. Ezúttal a második részt láthatjátok, vagy láthatja, aki nézi ezt a rövid kis videót, melynek az ősz színei címet adtam. És ez pedig ugye az első rész után a folytatás. Azt szeretném bemutatni benne, hogy milyen változatosak a falevelek, miután leulladtak a fáról. Többféle színben láthatjuk majd pompázni őket, és ezekből mutatnék egy kis ízelítőt. Például ez egy sárgából barnulásba átmenet, ahogy látjuk. De vannak még ezen kívül más színezetűek is, például sárga, zöld és barna kombinációja, illetve inkább ez is egy pazar. Sárgából a barnába való átmenetű. És például ez is hasonló. És még mutatnék egy pár érdekességet, itt a másik oldalon is van, láttam nagyon érdekes színkombinációkat. Hát ez ilyen sárga, és meg kezd barnulni. Na, ebbe három szint is látunk. Sárga, zöld. Sőt, még majdnem négyet. Na, nem három, az inkább. És barna. Aztán még vannak, amiket itt gyűjtöttem ezeket az utam során. Ezekből mutatnék párat. Tehát ez inkább már egyszínű barna. Van egy ilyen kis aranyos is. Ez is érdekes szerintem. Aztán ez is barna, zöld és sötét barna, vagyis hát narancsárga ez inkább. Narancsárga alapon, szintén narancsárga, és meg barnuló. De van már, ami teljesen megbarnult, ott le is tört középen, olyan, mint egy pillangó. Így nekem az jut eszembe erről. Szóval látjuk azt, hogy az ősznek van egy ilyen szépsége, hogy főleg a levelek nagyon szép színlányalatot tudnak fölvenni. És aztán így megbarnulnak általában. Na hát, köszönöm szépen, aki velem tartott és megnézte ezt a videót. Lesznek még ilyen és ehhez hasonló videók. Na, még ezt megmutatom, meg még egyet. Sárga. Lehet, hogy már mutattam is, még ez.
Tehát köszönöm szépen, aki velem tartott és megnézte ezt a videót. Lesznek még ilyen és hasonló jellegű természeti videók. És kívánom, hogy eljöttök ti is ilyen szemlélődő módon. Figyeljétek, hogy mi vesz körül titeket. Úgyhogy minden jót kívánok nektek. Sziasztok! Remélem nem volt hosszú.